nagyon örülök neki, hogy Gyöngyöspata végre ismét működő faluközösségként kezd el működni, látható a nagyszámú érdeklődők megjelenéséből is, illetve sok építő jellegű kritikát tudtak megfogalmazni, illetve pozitív visszajelzéseket is kaptunk. Ilyen volt, hogy egy Gyöngyöspata iskola kertje az utóbbi esztendőkben, mivel nem jutott rá anyagi erőforrás, ugye, illetve munkáskész, nem tudott rá biztosítani az önkormányzat, hogy egy másfél méteres utakból kialakítani egy veteményes kertet, az milyen ember feletti feladat, hogy már következő év tavaszára el lehessen vetni. Így sikerült elveteményezni, örömmel tudom bejelenteni azt, hogy a iskola kertünket babbal, bakorbabbal, borsóval, illetve sütőtökkel tudtuk hasznosítani legalább 98%-ban. A másik, ami nagyon fontos, hogy a bajcsúti kertek alatt folyamatosak voltak a betörések és a kisebb értékű lopások. Ezt úgy kívántuk megoldani, hogy a patak-meder szabályozásra került, ahogy önök is látták, kivágásra kerültek a bokrok, három illegális hulladéklerakó telep került időközben felszámolásra, tehát már nincs a patkányoknak úgymond mozgásterük, már nem bírnak összerágni mindent és fertőzni, és az árvíz veszély is el lett hárítva a Bajcsi úti kertek alatt. És 5 méter széles közlekedő út lett kialakítva a járműszolgálatra, és amint látták, az oszlopok már be vannak állítva, betonoszlopok, így senkinek nem jut eszébe, hogy ez illegálisan tűzifának hasznosítható. Megvásárlásra került a Berecz László elhunyt kedves barátunk, dolgozunknak a háza egy Ajó úton. Itt a Minta program keretében kívánunk zöldségtárolót kialakítani, illetve vágó pontot. Hiszen a jószágot nem csak megtermelni kell, hanem föl is kell dolgozni, hogy a húst később föl tudjuk használni. 3,3 hektár terület került megvásárlásra CO2-tól. Ezt óriási munkával ki kellett vágni körbe a kerítésvonalba a bokrokat, az ugart fel kellett törni, itt már jelenleg is 400 folyóméteren el van vetve az ugorka. A Gyöngyöspata egyik legbiztonságosabb települése jelen pillanatban már Higgyél uram, hogy ez nem röhely. Azt elhiszem, hogy önnél nagyon sokszor betörtek, tehát én tudom, tehát egyedi esetek vannak, de higgyél nekem, hogy máshol ennél sokkal nagyobb problémák vannak jelen pillanatban. A gyöngyösi rendőrkapitány úr kifejtette azt a véleményét, hogy valóban tapasztalható egy jelentős közbiztonsági javulás Gyöngyöspatán. Az emberek végre mernek odafigyelni egymás anyagi javaira, nem tűrik el szó nélkül, ha őköt vagy egymást bántalmazzák, és így mernek bejelentést is tenni.